Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe összesen 118,9 milliárd forint uniós forrás érkezik 2020-ig. A TOP nagy részét, 89,3 milliárd forintot a megyeszékhelyen kívüli településekre fordítják. Nyíregyházára pedig 29,6 milliárd forintot használhatnak fel. A megyei források egy részére már nyerteseket is hirdettek, közülük az egyik Geszteréd, ahol többek között egy 133 millió forintos piacteret is kialakítanak majd. Ez a piactér, én úgy gondolom a működtetését, hogy a környékbeli és a helybeli termelők mindenki megjelenhet. Gondolom az önkormányzat is megjelenhet majd rajta. A tervek szerint azért nem csak egy teret csináltunk, hanem raktárépületet is, hogy mindenféleképpen ki tudjuk majd elégíteni azokat a kereskedőket, aki például bérelni szeretne benne helyet, hogy ő ne csak az, hogy kipakolt szombaton, aztán bepakol az autójába, elmegy. Ha úgy gondolja, hogy napról napra, akkor ő ott le tud raktározni árukat, és én úgy gondolom, hogy az neki könnyebb lesz a mozgás tere, bízom benne, hogy jól fog működni. A település leginkább a 6 éve működő közmunkaprogram segítségével tud fejleszteni. Legutóbb a ravatalozót újították fel, és a temető melletti parkolót. De az épülő 50 millió forintos csapadékvíz elvezetőre is évek óta szüksége van Geszterédnek. Csapadékvíz elvezetésre van, az egy nagyon kis részét tudjuk a falunak megújítani belőle, és még egy tárolót is kell belőle, egy medencét csinálunk, de ezzel is előrébb vagyunk. Egy kicsivel mindig előrébb vagyunk. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon picit mindig előrébb kell lennünk, és bízom benne, hogyha lesz folytatása, akkor már könnyebb lesz. A település kerékpárutak kialakítására, szennyvízberuházásra és idősek otthona üzemeltetésére is pályázott. Ezekre idén nem sikerült forrás nyerniük, a polgármester azonban közölte, amennyiben lesz lehetőség, ismét pályáznak majd ezekre is.